Isteni kéz, ez a címe annak a dokumentumfilmnek, amelynek a főszereplője Csángáló, egy 65 éves erdélyi kisfaluban élő muzsikus, akinek karrierjét tulajdonképpen ketté töri a Parkinson-kor, mert hogy kizárják őt abból a zenekarból, amelyben gyakorlatilag egész életében muzsikált. Lászlóban a dokumentumfilmjét a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon láthatja majd a közönség. Most mutatunk egy kicsi részletet, utána itt a stúdióban Sebestyén Márta a népdalénekessel beszélgetek, aki a film nagykövete. Köszönöm a Szent Krisztusnak, Szent Máriának, Szent Angyaloknak, hogy ideig örömmel és tisztellet tartottak. Egy erdélyi kisfaluból indult, és tulajdonképpen mind a mai napig oda tér haza, holott világhírű, világszerte ismerik és elismerik azt a technikát legfőképpen, amelyet csak ő tud, Csángáló. Ez a film mélységeket és magasságokat egyaránt megmutat, és olyan szenvedéllyel beszélsz róla, most itt a rövidke kis bejátszó alatt néhány szót sikerült váltanunk erről. Te ismered személyesen is őt? Igen. Hát őt szerintem a táncházból, mert a néptánc, népzene kedvelői határokon innen és túl ismerik Amerikába és mindenhol Nyugat-Európába, hiszen a 80-as évek közepétől ők bejárták szinte az egész világot. Tehát tényleg ilyen magasról zuhanni aztán ebben a reménytelenségben, amikor az embernek a kenyérkereső, illetve az élete értelme az a műszer, a keze, amivel ezeket a csodákat ő előállítja, az válik használhatatlanná, aztán nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen szörnyűség lehet, én nem merek belegondolni, mi lenne, egyszer nem tudnék énekelni. Akkor ezt a vonalat ne is folytassuk, de a dokumentumfilm, amelyet 5 éven keresztül forgattak, 71 percbe próbálja belesűríteni tulajdonképpen ezt a tragédiát, hogy mit csinál, mihez kezd egy művész, vagy mit élhet át az a művész, aki egész életében a muzsikának élt, természetesen a családja mellett, és egyszer csak a Parkinson-kor közbeszól, és meg kell válni ettől a bandától. Igen, hát ez egy nagyon kegyetlen döntés volt nyilván, de hát racionális okokból úgy döntött a prímás, ugye Dumnezó, hogy Feri bácsit kiteszi, mert hát, hogy egyáltalán nem tudja így hasznát venni. Noha Feri bácsihoz még így betegen is járnak külföldről is, és csodálják, meg akarják nézni azt a kezet, amit olyan sok felvételen is hallhatunk és láthattunk. Hát ez nyilván borzasztóan szomorú, az embernek értelmetlené válik az élete, ugyanakkor egy mélyen hívő vallásos emberről is beszélünk, aki minden napját úgy kezdi, úgy végzi, ahogy a kezébe veszi még most is remegő kézzel a hangszert, imádkozik, és annyi szeretet van ott ebben a filmben, ahogy érezhetően a Feri bácsi támogatja a családja, a felesége, és az egész közösség. Ez egy 900 lelkes kis falu, ahol magyarok és cigányok élnek, és két világhírű hagyomány van jelen ebben a faluban. Hát ez, ilyet nem is tudok még erre példát hozni. Egyrészt ez a virtuóz muzsika, ami sok generáción át szolgálta a helyi közösséget, és hát a szűkebb és távolabbi környezetet, és a világhírű zsoltár éneklési hagyomány, ami egy sok száz éves oda vitt svájci oskolamesterek által oda vitt hagyomány, amit viszont a magyarok a mai napig használnak néptaloknál is, nem csak zsoltároknál. Tehát szerintem ilyen nincs még egy, hogy ilyen különlegességeket lehessen egy ilyen pici faluban megtapasztalni. Nagyon sok jó zenész van, tehát több bandára való ember van, de ez a felállás, ahogy a nők játszottak ebben a zenekarban, az szerintem pótolhatatlan. Egyetlen reménye Feri bácsinak, hogy át tudja adni a zene szeretetét, a muzsikálás örömét az unokájának. És hát ugye ezen is izgulatunk a filmben, hogy a mai kor kihívásai, hát azért a gyerek csak kütyüzik ott meg mindennek, hát kis csikó születik, akkor érdekesebb a csikó meg a kütyű, mint a nagyapja muzsikája. De vajon sikerül ebbe a bűvkörbe vonni? Igen, és aztán hát azért megsugom, hogy igen, sikerül, és ez nagyon nagy boldogság az idős embernek, hogy azért lesz értelmes folytatása az életnek.
Az isteni kéz itt több mindenre is utalhat. Isten kezére, aki ennyire beleszól egy ember életébe, vagy egy Isten adta tehetségnek, ugye Feri bácsinak a kezére is utalhat, de vajon az ő mély vallásossága, az ő hite, hogyan és miként éli ezt meg? Miben lát kiutat, vagy miben látja a feloldozást, vagy a megoldást? Én is egy darabig azt hittem, hogy azért isteni kéz a címe, hiszen ez egy Isten adta tehetség, egy ilyen kéz, ahogy muzsikál. Aztán utána, amikor már láthattam is a filmet, meg volt sajtóvetítés, akkor láttam, hogy azért itt Isten keze is benne van, illetve a sors ebben a filmen, hogy mennyire él valaki a lehetőségekkel, hogy akarja magát gyógyítatni, vagy nem, mennyire hisz az orvos kezében, és mennyire hisz az Isten kezében, hogy valahogy mégiscsak segít rajta a jó Isten, és akárhogy is, de tovább tudja még ezt a muzsikát adni. Úgyhogy hát nagyon sok dokumentum részlet is van benne, és gyönyörűek és szívhez szorítóak ezek a kontrasztok, ahogy látjuk a régi képeken az ünneplést, a sikereket, tényleg fényes nyugat-európai és amerikai koncerttermekből, és utána a pici kis faluban, abban a hát meglehetősen rideg körülmények között, elkényeztetett városi emberek nem igen tudják elképzelni, hogy hogyan is él egy zenész ember egy ilyen kis faluban. Ugyanakkor mégis annyi szeretet és melegség veszi körül, hogy az talán mindenben segítség. A közösség megtartó ereje az kulcs szó lehet ebben az esetben is. Köszönöm Sebestyén Mártának, a film nagykövetének, hogy mindenről beszélhettünk, és ne feledjék, hogy a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon önök is részesei lehetnek a film nyújtotta élménynek.